Oh, hello! Sziasztok! Nagyon jó érzés újra itt lenni a mindenki által szeretett túlélő világunkban. 2000 Minecraft nap ezen a mapon. Csak nézzetek körbe, hatalmas ez a hely, van itt egy teljesen átalakított biom, van itt egy csomó-csomó cool építmény, és mindegyikhez kapcsolódik egy-egy történet. És igen, bizony jól hallottátok, közeledik a 2000. nap. Erre a jeles alkalomra egy különleges projekttel készültem, ugyanis mégsem hagyhatjuk, hogy valami kis egyszerűvel teljen el ez a 29. epizód. Na de üdvözöllek titeket, srácok, ismételten itt nálam, ezúttal ez itt a 29. Let's Play rész. Jöhet a nagy móka? Készen álltok? Mert akkor nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele! Először is a hűportálunkon keresztül átléptem az End dimenzióba, ugyanis a mai nap itt fogunk tevékenykedni, a legnagyobb feladatunk itt lesz. Legelőször lebontjuk ezeket a hatalmas nagy obszidián oszlopokat. Igen, bizony, ennyire őrült vagyok. 10 órába telt ezt az egészet megcsinálni, és itt láthatjátok, ahogyan szépen lassan egyesével lehúzódnak, eltűnnek ezek a hatalmas oszlopok. Igen, eléggé sok idő volt. Hogyha tetszik nektek, amit csinálok, vagy úgy gondoljátok, hogy a rengeteg munka miatt, amit az obszidián oszlopokkal töltöttem, esetleg megérdemlek egy lájkot, akkor azt megköszönném, igazán kisegíti a tornát. Szépen lassan eltűnik az összes, és igazából kitisztul az egész táj. Egyelőre még nem mondhatom el nektek, hogy mit tervezek pontosan, de majd meglátjátok a videónak a végére. Annyit azonban elárulhatok, hogy még soha nem dolgoztam így az Endben. Nem próbáltam még átalakítani ezt a helyet, úgyhogy biztosan érdekes tapasztalat lesz nekem is. És hát meg is vagyunk, teljesen kitisztult a sziget, eltűnt az összes oszlop. Ja, hát a bedrockok azok maradtak, azokat nem is próbálom megkiszedni, van rám módszer, de nagyon-nagyon sok idő, annyira nem zavarnak, majd beleépítem őket a tájba. Ezt viszont elviszem, ezt nem fogom itt hagyni. Meg hát persze ideje sokadjára is feltölteni a csákányomat, ugyanis egy picit már el van kopva. És hogyha most azon agyaltok, hogy pörk itt egy csibész, te csintelen csirkefogó, mégis hova teszel ennyi obszidiánt? Hol van az a rengeteg obszidián? Nos hát itt van előttem, mint látjátok, ezekben a shulker boxokban. Ja, hogy van még 3 teljes dupla csesznyi. Aha, oké. Mit fogok ezekkel kezdeni? Persze, csinálhatok belőle 64 darab enchestet. Miért is ne? Esküszöm, hogy mind a 64-et az inventoriban fogom tartani, hogy összezavarjam a Twitch stream nézőimet. És hogyha már Twitch streamek, mit is csináltunk a 2 epizód között? Biztosan emlékeztek el, hogy az előző részben csináltunk egy gátat, viszont nem fejeztük be itt ezt a tavat mögötte, és hát egy gát az csak akkor gát, hogyha visszatart valamilyen víztömeget. Éppen ezért streamben, Twitchen gyorsan összedobtuk itt ezt a folyót, egy kicsikét kidíszítettük, egy néhány sziklát még ide raktunk, csak hogy ne legyen annyira kopár ez az egész. Emellett nem tudom, hogy mennyire tartottátok észben azt, hogy sajnos valami probléma történt, elkezdett ebben a világban terjedni a Nether, és hát ez a gond nem oldódott meg, viszont köré emeltem egy ilyen falat, egy egyszerű kis védővárat, ami visszatarthatja ezt a helyet. Nem akartam túlrészletezni sem, mert attól tartok, hogy sajnos ez nem fogja megoldani a helyzetet, és hát nem akarom, hogy valami szép részletes várat bontson itt le nekünk, ez a terjeszkedő Nether. Kétség kívül a pillager-öket eléggé zavarja ez a probléma, viszont nem tudunk vele mit tenni, hiszen csak egyre tovább és tovább terjeszkedik. Ki tudja, lehet, hogy ez a jövőben még potenciális veszélyforrás is lehet. És hogyha már forrásokról beszélünk, látjátok ezt az enchantolt aranyalmát a kezemben? Igen, ezt sok-sok epizóddal ezelőtt találtuk, viszont én az előző estét azzal töltöttem, hogy megegyem az összes létező ételt a Minecraftban, és bizony, az elejéről kezdtem, ugyanis nem voltam biztos abban, hogy mit ettem már meg, és mit nem. Emellett pedig gyorsan szeretném megköszönni mindenkinek, aki az előző epizód alá válaszolt a kérdésemre, és kilistázta nekem az összes ehető ételt a Minecraftban. Például Toasty is ilyen volt, rengeteg mások mellett. Szóval köszönöm neki és nektek is. Látom, hogy nagyon szerettek listákat írni. Itt van például Dani, aki azt javasolta, hogy a következő videóban csináljuk meg azt az advancementet, ahol az összes ellenséges mobot meg kell ölni. Ez egy jó ötlet. Megpróbálom ezt ma megcsinálni, viszont segítsetek nekem, hát ha nem sikerül, írjátok meg azokat az ellenséges mobokat, amiket ismertek, és szerintetek még nem öltem meg. És igen,
Ez az, megvan 39 a 40-ből. Tudjátok, hogy mi a 40-edik? Bizony, ez az aranyalma, úgyhogy ezt most együk meg szépen együtt. És ezzel megvan. Oké, igen, elhasználtam az egyetlen egy enchantolt aranyalmámat, de szerintem nem lesz rá szükségünk. Sokkal, de sokkal nagyobb szükség lesz azonban a mai epizódban rengeteg fűre és földre. Na most az a helyzet, hogy van itt nekem kettő dupla chestem tele ilyesmivel, de van egy olyan érzésem, hogy ez nem lesz elég. Oké, most találnunk kell egy hatalmas nagy füves helyet, ahol kiszedhetem a földeket, ahol nem zavar minket. Jó messze a bázistól, ahol megfeledkezhetünk róla. Oké, ez a rész ez több mint tökéletes, ide szépen leszállok és összeszedem. Ameddig ezt csinálom, addig nagyon gyorsan engedjétek meg nekem, hogy még egy-két kommentre válaszoljak. Ezek a részkommentjei dolgok mindig a résznek a végére kerülnek, és szeretném, hogyha látnátok, hogy mennyire értékelem a hozzászólásaitokat. Itt van például VPTU, aki azt írta, hogy szia Pörki, csodálatosnak tartom a munkásságot, és még mindig lenyűgöz, ahogyan építesz, csak itt tovább is sok sikert. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Pityu, hogy itt vagy, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy szereted a munkásságom, ez nagyon sokat jelent. Emellett pedig itt van Mátyás K. is, aki megkérdezte tőlem, hogy szerintem melyik az a blokk, amivel a legnehezebb dekorálni. Én erre azt tudom neked mondani, hogy a podzol, tudod, ami a nagy fenyők alatt van, valamint a purpur blokk, az a lila valami, ami az endben van. Van neki lépcsős és féllapos változata is, mégis egyszerűen lehetetlennek tartom azt, hogy valaha is felhasználjam bármilyen építményben. Még egyszer, ne felejtjétek el, hogyha szeretnétek benne lenni a következő videóban, akkor igazából nincsen más dolgotok, mint kommentelni, mert ezeket a kommenteket random válogatom be, nincs egy rendszer hozzá. Meg is vagyok, összeszedem szépen a sátorfámat, aztán mehetünk vissza az endbe. Senki nem mondta, hogy ez egy egyszerű munka lesz. Senki nem mondta, hogy hamar meg leszek vele, de most, hogy így nem elitrázgatok, hanem szépen a két kis papagáj lábamon végigjárom ezt a nagy-nagy szigetet, egy kicsikét lehet, hogy megbánom a döntésemet. Na de se baj, itt vannak már a földek is nálam, és van egy jó kis módszerem. Vagy hát szerintem egy jó kis módszer, aztán majd meglátjuk, hogy ti mit szóltok hozzá. Várjátok, ugye az N-dimenzióban terjed a fű? Ezt nem tudom. Rendben van, utána néztem, terjed a fű az End dimenzióban. Viszont akkor most jöjjön a módszerem. Na hát én most arra gondoltam, hogy nem ütöm ki egyesével az összes blokkot, és szépen rakom be helyére a füvet. Az túlságosan sok idő lenne, hanem fogom, és a tetejére rakom az összes fűblokkot. Így egy csomó-csomó időt megspúrolva magamnak. Remélem, hogy tetszik ez az ötlet. Az obszidián oszlopok lebontása után életben maradt kettő darab agysejtem. Nagyon keményen dolgozott ezen. Ó, te jó ég, ezzel még lesznek gondok. Majd kitalálom, hogy mi legyen. Szerintem kivilágítom ezt az egész nagy szigetet. Na de, hát az a helyzet, hogy eljött az idő. Ideje timelapse módba váltani és befüvezni ezt az egész nagy szigetet. Let's go! És 8 órával később éppen a projektnek a végéhez közeledek. Már persze, ami a pázsitozást illeti. Még egy csomó-csomó dolgunk van, viszont eddig így fest. Mondhatom, hogy eléggé megváltozott, de igazán megváltozott az arculata. Na hát most eredetileg gondolkodtam azon is, hogy kicserélem magát az endstone-t itt oldalt kőre, de aztán rájöttem, hogy egy az túl sok munka, ugyanis ez is 8 órámba telt, valamint tetszik a fűnek a zöldje, valamint ez a bézs szín itt. Vannak még területek, amik nem füvesedtek be, viszont ez a hatalmas nagy fákja spam eléggé zavar. De hát azért van itt, hogy tudjon terjedni a fű. Szerencsére, hogyha lerakom ezeket a fákjákat, akkor viszonylag egészen gyorsan meg tudok tőlük szabadulni, mert gyorsan terjed a pázsit. Na hát igen, vannak ezek a kicsike kis szigetek, amiket le kellene bontani, hiszen eléggé furán néznek ki. Most biztosan azon agyaltok, hogy oké, Pörki, jó, hogy ezt így megcsináltad, de mégis mit
fogsz ide építeni? És teljesen jogos a kérdés. Miközben pázsitoztam, aközben egészen végig ezen gondolkodtam, és arra jutottam, hogy be lehetne ezt az egész részt erdősíteni, meg lehetne csinálni, úgy, mintha ez itt az Overworld lenne, azaz a sima világ. Lehet hozni különböző fákat, sziklákat építhetnénk, mint ami mondjuk ott van az otthonunknál a mocsárban, stb. Stb. Ezeket az itt maradó lebegő bedrockokat pedig kristályokká fogom majd alakítani, és az egésznek a közepén egy nagy Enderman organik lesz, amit ide építek. Erre volt egy saját inspirációm, egy saját magam által épített kreatívos építmény, amit már láthattatok videóban, az Építek Minden Biomon című sorozatomban. Csak hát mit nem mondjak, ott ez a modell egy gombatündér volt, egy varázslatos gombatündér, itt viszont a varázslatot rémálomra cseréljük. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassam, nincsen másra szükségem, mint egy geodára. Arra gondoltam, hogy itt a Strongholdnak a falából kiások, és meglátom, hogy mit találok. Geodára pedig az új lila ametiszt blokk miatt van szükségem, ugyanis az ott található meg. Az 1.17-es 18-as update-ből az az egyik kedvenc újdonságom. Itt van egy nagy barlang, itt körbenézek és megnézem, hogy van-e, találok-e, hogyha nem, akkor tudok rá egy sokkal egyszerűbb módszert, mégpedig a tenger alján is meg lehet nézni, ott pedig nagyon feltűnő. Már nem azért, de ez a 64 darab ender chest az inventorimban még mindig haláli. Gyémánt! Haha, egy miniatűr cseppkő barlang. Talán akkor geoda is lesz. Ó, itt is egy! Tudtam, volt egy megérzésem. Hello zombi! Te vagy itt az ametisztőre? Ú, ez egy szép nagy darab. Ebből aztán lesz muníció. Ú, chili vili, hasztalan 8 csápú izébizék. Átjöttem a Netherbe, ugyanis szükségem van egy csomó fekete kőre. Ezeket most össze kell gyűjtenem. Talán ez az egyik legkevésbé kedvenc blokkom, ami a grindolást illeti. Kevés van belőle még a Bazalt Deltán is, és egy csomó időbe telik, mire az ember egy pár stacket összegyűjt. Ígyni, egy keveset még találtam a régi bázison is. Meg hogyha már ennyi obszidiánunk van, akkor abból is fogok használni az építményhez. Vicces, hogy éppen ma említettem ezt a lila blokkot, amit annyira nem szeretek. Egyébként milyen icike-picike már ez az NCT ezzel a hajóval. Totál nem ezért jöttem, de még egy elitra is van itt, aminek mindig nagyon örülök. Meg hát ugye a sárkányfej, amiért mindig megkapom magamét, hogy itt hagyom. Még egy, juhú, ráadásul ez nagyobb, ami azt jelenti, hogy több lesz itt az olyan blokk, amit keresek. Meglepődnétek, de valójában nem a purpurért jöttem, viszont hogyha már itt vagyok, akkor szedek, és hát próbálom majd felhasználni az építményben. Hát talán esetleg az ametiszt mellett texturázásnak el tudom képzelni. Az, amiért ebbe a dimenzióba érkeztem, az nem más, mint ez az üveg és az endrod. Na most ilyen üveget lehetne máshol is craftolni tulajdonképpen, de hogyha már itt vagyok, akkor kiszedem. Ez mindkettőnknek egy céllövölde, neki is és nekem is. Ha, viszont én nyertem. Nem? Rossz köpő bigyula vagy, maradj már! Ó, egy ender chest, ezt elviszem, amúgy is fogytám van. Mit látnak papagáj szemeim? Még egy NCT, ráadásul egy elitrával. Anyagok összegyűjtve, készen állok az építésre. Amikor legközelebb találkozunk, ennek a helynek teljesen máshogy kell majd kinéznie. Egyébként imádom, ahogyan a sárkányfejek rajta vannak a kezemen, igazából kesztyűként felhúzom őket. Na gyerünk, let's go! Hú, de sötét lett hirtelen. Na de sziasztok, üdvözöllek itt titeket, ismételten, a timelapse után. Milyen volt? Igen, jól látjátok, be van kapcsolva a shader. Egyszerűen gyönyörű. Na de várjatok, hadd vegyem le ezeket a sárkánykesztyűket, nem kellenek ezek most ide.
És hát itt van végül az Enderman organikunk is. Ó, igen, ez megállás nélkül többször is megtörtént velem az építés során, viszont nem akartam tököt húzni a fejemre, ugyanis akkor még nem láttam, vannak resource packek, amik eltüntetik, de nem akartam letölteni. Tehát, mint látjátok, az egészet átalakítottam, úgy néz ki, minthogyha a sima világban lennénk, kivéve, hogy az ég az egyszerűen csodálatos. Hát maradjunk annyiban, hogy a shader nélkül nem néz ki jól, viszont shaderrel pedig igen. Még az Enderman farmunk is tök jól mutatott a távolban. Na de amikor átjövünk az Endbe, akkor ide érkezünk, itt van ez az utacska, ezen végigmegyünk, vannak itt tökök, bokrok, moha, dinnyék, fák, azokat láthattátok is, valamint itt van ez a kis hintó, amit szállít mindent a sima világból ide az organikhoz. Na most eléggé nagy lett a kis pajtás, mondhatjuk azt is, hogy egy istenség, és neki hoznak áldozatot, mindenféle jót a másik világból. Itt van egy ilyen kis tábor, itt le tudnak táborozni a vándoraink, mielőtt tovább mennének. Közben ahogyan felé közelítünk, ugye ezek a sima világi kövek, amik nálunk is vannak a mocsárban, ezeket megépítettük oda is, azok szépen lassan átváltanak ilyen óriási kristályokká, ilyen nagy-nagy tüskékké. Egyébként ezek megtalálhatóak, tisztességesen megépítettem őket az organiknak mindegyik oldalára, tehát nem csak előtte van, hanem mögötte is. A portál pedig a nagy organikunknak a belsejében található, egyelőre nem csináltam vele semmi extrát, de lehet még vele valamit kezdeni a jövőben, be lehet rendezni, vagy akármi, mondjuk eléggé szűk a hely, viszont nem akartam úgy hagyni, úgyhogy gyorsan ide dobtam pár darab fát. És hát fentről így néz ki a végeredmény. Látjátok, hogy itt oldalt is igyekeztem befüvezni az egészet, vannak itt fák, viszont vannak sima, puszták, ilyen füves területek is. Ahogy ígértem, a bedrockokat beleépítettem a tájba, így lett belőle ez a sok-sok kristály, ami az organik körül köröz, és az egyiket meg is kaparintotta magának, lenyúlta ebből a körből. El lehet képzelni, hogy akár eddig forogtak körülötte ezek az ő maga bolygói, kis kristály bolygói, és hát egyet pedig megfogott, aztán hello, ez az enyém. Igazából ez az organika világunknak a történetéhez nem kapcsolódik, szóval mindenki olyan mágikus sztorit talál ki mögé, amilyet csak szeretne, én megépítettem és ezt adtam hozzá. Viszont épp itt az ideje átugranunk a másik világba, ugyanis van még egy csomó dolgunk a mai videóra, ha hiszitek, ha nem. Sokak között hadd panaszoljam el, hogy sajnos megint kifogytam a cián terrakottából, nem volt egy sem a kövekhez. Ezért arra gondoltam, hogy mivel ahhoz, ugye kell kaktusz zöldje, valamint ez a kék festék, ezért csinálhatnánk egy kaktusz farmot. Szükségem van arra, hogy minél többet termeljen, és hogy mindig termeljen. És melyik az a terület, ahol a legtöbb időt töltöm? A raktár, meg hát ugye ez a nagy-nagy mocsár, ezért arra gondoltam, hogy ide bejövök, és szépen felhúzom ide. Na hát most igen, ezt egy kicsikét ki kellene tisztítani. Nem akarom nagyon ezt a belső részt kidíszíteni, igazából nincsen rá szükség. Nem fogjuk látni, az az egyik, ezt a farmot. Kettő pedig az, hogy nem akarom elrontani semmivel se ugye a kaktuszoknak éppenséggel a növését, úgyhogy nem rakhatok semmit fölé sem. Nagyjából ez itt a középpontja, és akkor most 11 darab szélesnek kell lennie mindegyik oldalon. Majd elfelejtettem, hoztam egy-két építőblokkot, úgyhogy nem is kell feltétlenül azt használnom, amit most szedtem ki. És akkor itt is 2, 4 és 5, valamint itt is 2, 4, valamint 5. És akkor most fogjuk és összekötjük ezeket itt. Hogyha jól csináltuk, akkor ez a kettő összekötött rész, ez 11 blokk széles. Valahogyan vízteleníteni kell ezeket a parcellákat, ezért arra gondoltam, hogy gyorsan kitöltöm őket földdel, és akkor utána majd kiütöm egyesével. Hoppácska, elfogyott a földem. Na mindegy, visszamegyek ide, és akkor látjátok, hogy már eltűnt a víz. Szükségünk lesz majd a vízsugrakra, éppen ezért nem lehetett teljesen eltelítve ez a kis négyzet. És akkor kész az utolsó is, fogom szépen és kiütögetem. Király, akkor végeredményben ezt a placot kellett kapjuk. Na hát az a helyzet, hogy nem igazán van nekem sajnos kaktuszom, úgyhogy el kellene menni a mészába szedni. Csak éjjel van. Ott is vannak az áldozatok, szépen csendben megközelítjük őket. Ezek után úgy kell lehelyeznünk a homokokat, legyen az sima homok, vagy akár vörös, én most vöröset hoztam, hogy kihagyunk egyet. És akkor ebből pontosan négyet egy sorba, és kell négy darab oszlop.
Ezek után ezekre jöhetnek a kaktuszok szépen. És akkor most jön a trükkös rész, bízzatok bennem. Tehát minden második kaktuszra így szépen kellene tennünk egy-egy darab földet. Ez csak ideiglenes, szóval akármilyen blokkot lehet használni. A lényeg az az, hogy itt legyenek. Majd úgy tesszük a blokkokra a kerítéseket, hogy így a kettő között legyenek. Így egyszer, valamint így egyszer. Másik oldalon ugyanígy jön ide is egy, valamint ide is egy. És akkor ide bemegyünk, és itt ide van rá szükség a kettő szélső közé, valamint ide megint csak a kettő közé. És akkor az utolsó sor. Ha pedig ezzel megvagyunk, akkor jöhet a kiásózás így egyesével szépen. Ezek után pontosan középen szükségünk lesz egy lyukra. Még talán ezt is itt kiáshatjuk így. És akkor jön a négy oldalra a víz. Amint ez megvan, utána vissza kell majd mennünk középre. Szépen majd láthatjuk, hogy egy-egy vödör víz fogja magát, és mindegyik oldalon körbeveszi ezeket a homokokat. Pontosan ezért kell 11x11-esnek lennie, ugyanis ekkora blokk nagyságon még képes erre a víz. Igazából itt már nincsen más dolgunk, csak lehelyeznünk a chestet, így szépen, valamint arra rá a tölcsért. És már meg is vagyunk. Amint megnőnek a kaktuszok, mint látjátok, ezek a kerítések hozzáérnek mindegyikhez. Ugye az az alapelv, hogy amikor megnő egy kaktusz, nem szabad, hogy akármi is legyen az oldalánál. Hogyha bármi van az oldalánál, akkor bizony baj van, a kaktusz kiütődik. Na és mi pont ezt a mechanikát használjuk ki annak érdekében, hogy megkapjuk ezeket a blokkokat. Én ezt a dizájnt sok-sok évvel ezelőtt öcsémtől lestem el, viszont az utóbbi napokban néztem egy tutoriált erről az egészről, és hát ott láttam, hogy üveg helyett sokkal jobb lenne, hogyha kerítést használnék, mégpedig azért, mert a kerítésnek tökéletes a mérete, az üvegnél sajnos sokszor visszapattan a kaktuszra, a blokk is az azt jelenti, hogy ugye elpusztítja, tehát nem tudom, hogy tudtátok-e, de képes bármit is elpusztítani, sajnos még a Netherite szettet is, nem próbáltam, de így van. Na de szépen itt hagyom ezt a farmot, aztán majd meglátjuk egy pár nap múlva, hogy mégis mennyit termelt. Gyorsan pedig felhívnám a figyelmeteket, hogy 1997. napon járunk, ami azt jelenti, hogy még 3 darab Minecraft nap van vissza, és meg lesz a 2000, addig viszont lesz még dolgunk. Tök vicces, egyébként 97-es vagyok, pont 97-es. És most jön az a rész, amit nagyon szerettek, egy kicsikét foglalkozunk az achievementekkel is. Itt van például az összes állatnak a szaporítása achievement. Na hát ebből csak 5 van meg. Miért csak 5? Sajnos fogalmam sincs, hogy mi pontosan az az 5 mob, úgyhogy most vettem magamhoz mindent. Gyerünk hadjáratra, szaporodása fel. Ez a fejemben jobban hangzott. Oké, birkák, fogalmam sincs, hogy őket szaporítottam-e már, de most már igen. Rendben, következő, csirke, ahhoz pedig magok kellenének, azt pont nem hoztam. Gyertek, kotkodácsok, itt egy, itt egy. Bevették a malacot is. Malac, téged érdekel az alma? Nem. Várjatok, malacok, ne menjetek sehová, hoztam nektek krumplit. Azt tudom, hogy érdekel titeket, gyere krumpli, malac, gyere, másik malac. Tessék, boom. Oké, emelkedett ez a szám, ami azt jelenti, hogy az egyiküket még nem szaporítottam a 3-ból. Ezt jó tudni. Merre tovább? Kellenek nekem farkasok. Azok talán itt lesznek mondjuk ezen a biomon is. Ó, ne! Jaj, ne, tudtam, hogy ez lesz. Hát oké, srácok, elkezdett tovább terjedni a Nether. Nem állította meg sajnos a kis hasztalom vár, úgyhogy ezzel majd foglalkoznunk kell. De most keresünk farkasokat. Várjátok, rókákat hogyan kell? Biobogyóval? Oké, az egyiknek már adtam. Hol egy másik? Á, itt egy, itt egy, itt egy, itt egy. Állj meg, állj meg, nem. Áh, ott maradj. Áh. Ne, kutya, várjál meg, az a téged is kereslek. Ne, úgy, te is. Oké, na most akkor jöhet a hús, és akkor most már fogtok szaporítni. Gyere. Ez az. Na, most meg rám vannak akaszkodva a kutyák. Maradjatok már itt a helyeteken, hát elüldözitek a rókát. Ez az, végre, atya ég. El se hiszitek, hogy mennyi ideig üldöztem. Na jó, akkor most téged vissza kell vinnem oda szépen be az erdőbe valahogyan. És akkor most hajrá, sikeresen fogjak egy másikat, szuper. És megvan a második, yes. Oké, végre. És hogyha már ennyit szenvedtem, akkor minden tisztelettel. De senki nem megy el innen addig, ameddig ebből a fridgeből nincsen gyerek. Úgyhogy, na, tessék, itt van az édes bogyótok. Edd meg az édes bogyót, meg te is edd meg az édes bogyót.
Ez az! Végre! Ez jó nehéz volt. Ó, itt egy falu... Elfelejtettem, hogy bedómenem van. Hát sok sikert! Lovak! Lovak, várjatok! Titeket meg kellene etetnem. Jaj, mondjátok, hogy nem kell őket beszelidítenem ahhoz, hogy szaporodni tudjanak. De... Oké, ez könnyű volt, de most lássuk, hogy a kis pajtásod is annyira könnyű lesz-e. Oké, ő se volt sokkal nehezebb. És akkor most szalmával szaporítalak titeket, vagy... Várjátok, nem. Almával? Nem. Bálával? Nem. Oké, utána néztem, elvileg ez kell nekik, te jó ég. Jó drága. Na, most már ez is megvan. Mit csinálsz? Menj innen! Jézusom! Jaj, várj, a répa kell neki, azt nem kapsz. Várjatok, teheneket szaporítottam már? Nem vagyok benne biztos. Kecskéket már egészen biztosan szaporítottam, úgyhogy az annyira nem fontos, viszont el kellett jönnöm egy ilyen havas területre, ugyanis szükségem van lámákra. Lámákhoz még egészen biztosan nem volt szerencsém. Viszont, hogyha már itt vagyok, akkor behajtom a búzadót. Az sosem marad el. Várjatok, méhek! Bár őket szerintem már szaporítottam, de menjünk biztosra. Oké, gyere csak utánam, hello! Így, baby mé! Ó, tényleg, nyuszik! Ők azt hiszem, hogy vannak ezen a réten, úgyhogy most igyekszem keresni kettőt, bár lehet, hogy jobban járnék, hogyha inkább csónakba raknám az egyiket. Hogy lehet, hogy már megint nincsen csónakom, ez nem igaz. Várjatok, szamarak! Őket sem szaporítottam, még ó, nyúl! Várjatok, az pici volt! Az nem jó, itt van egy nagy, ó, itt van több nagy is, ez pici, nehogy leugolj, ne, buta nyúl, ne! Édes Istenem. Jaj, várjatok, hogy ti mindannyian jöttök a répámra. Aha, jó, akkor valakit belerakok egy ilyenbe. Oké, találtam sok nyulat. Tessék egy. Ó, yeah, puttyott a pici nyúl. Titeket lehet szaporítani anélkül, hogy ne, elvették a répáimat. Oké, ez megszeretett. Gyerünk a másikat most. Oké, akkor most már elvileg ez az. Gyerünk! Oh yeah! Már 12 megvan a 21-ből, srácok, tök jó haladunk. Azt pedig ott zárójelben megjegyezném, hogy az egyik legcoolabb outpost. Nagyon-nagyon jó helyre telepettek le. Nincs itt valami érdekes loot? Power 5? Ó, dehogy nem. Király! Kiütöm, hogy nektek ne legyen, bibibi. Konkrétan itt van még egy. Micsoda? Wow! Oké, ilyen szerencsém sem mostanában lesz, az biztos. Itt van egy nagyon kis picike, ilyen gomba sziget, vagyis hát gomba fél sziget. De a lényeg az az, hogy tudom őket szaporítani. Yes! Hello! És srácok, egy ilyen nagyon különleges helyszínen szeretném veletek köszönteni a 2000. napot ezen a mapon. Na jó, nem figyeltem, 2001. de a lényeg ugyanaz. Hogyha jól emlékszem, akkor a trader lámákat nem lehet szaporítani. De lehet, hogy megpróbálom. Itt van a téli építményüknél 2 darab rabulejtett, foglyulejtett láma, úgyhogy őket most megpróbálom... nem. Au! Engem ez a láma megpróbál, nem tudom, megbosszulni, amiért felültem a hátára, bevitt a blokkok alá. Na most akkor te jössz, és akkor elvileg, hogyha megbarátkozok velük, akkor utána ez az szaporíthatok, akkor ez egy bedrokkos dolog, hogy nem tudnak szaporodni. Király! Na jó, ez a sál, meg ez a kis kalapocska neki, így miniben, ezerszer jobban néz ki, és sokkal aranyosabb. Szükségem van egy kis kajára, meg a következő küldetésünkhöz amúgy is errefelé volt dolgunk. Egy dzsungelt keresek. Nagyon remélem, hogy ennek a dzsungelnek lesz bambuszos része, ahogyan elnézem, van. Oké, okay, panda, hol vagy panda? Merre vagy? Ott egy templom. Jéj. Konkrétan nincs egy darab panda se. Mi ez az átverés, Mojang? Hol vannak a pandáim? Na, itt van egy másik nagy-nagy terület. Lessünk be ide, hát ha itt lesznek. Ó, itt láttam valamit. Egy birka, hát nem igaz. Kamu panda. Viszont van igazi is. Találtam igazi pandát, nem csak kamut. Oké, okay, ez az. Téged gyorsan beleteszünk ide, oda, bele, oké, megvan, gyorsan alszom is egyet. Á, nem alszom, oké. Oké, akkor most neked kell találnom egy pajtást. Az jó nehéz lesz, biztos nem jó az a tehén? Nem? Jó, akkor keresek egyet. Oké, itt egy másik, yes, és nincs is annyira messze. Aha, áj, de nem tudom ott elvezetni, nem baj. Akkor gyere, lassúság. Gyere, már nincs sok hátra. Gyere szépen, ott van a pajtásod a bokor mögött. Gyere te tank, még az utat is kitisztítom neked. Oké, gyere szépen.
Te pedig szállj ki lassan. Megeszi! Oké, jó étvágyat, kellemes szaporodást. Hello baby panda, tessék adok egy párat. Nőj meg gyorsan. Viszont, hogyha már ilyen jól megtaláltam ezeket a pandákat, akkor szépen fogom őket és belerakom a csónakba. Hát, ha egyszer még valamikor hasznukat veszem. Wow! Ezt a hering partit. A következő mob, amit fel kell kutassak, az nem más, mint a jeges maci. Úgyhogy muszáj lesz egy jeges területet találnom. Sajnos úgy emlékszem rá, hogy egyelőre ebben a világban még nem volt szerencsém ilyen területekhez, de majd talán most. Nézzünk csak oda! Egy másik dzsungel. Igazából ami azt illeti, ocelotot még nem sikerült szaporítani, és ahogyan nézem a listát, ez is rajta van. Hello cica! Ne haragudj, de téged muszáj befogjalak. Tessék szépen beleközlekedni abba a csónakba ott. Hát mi van veled, macska? Hát menj már bele! Maradjunk annyiba, hogy ez a cica ez nem akart részt venni a partiban, konkrétan megfulladt a falban. De jó ég. Egy sima köz nem is megfelelt volna, nem kellett volna feltétlenül ilyen drámainak lenni. Oké, most itt van egy másik. Próbáljuk meg nem elijeszteni. Hello. Na, az elsőre beszállt a csónakba. A másik akkor valószínűleg hibás volt. Jó. Merre van még egy? Ah, ott egy. És nincs is olyan messze. Jó, akkor neki is vinni kellene egy csónakot, biztos, ami biztos. Ne fuss el, ne. Itt vagyok. A hal. A nénikére gyere vissza! Oké, megvan! Szuper! Hol a másik? Ó, te jó ég, olyan messze! Na várjatok, ezt hogyan tudom összehozni ezt a rendezvút? Na, hát pontosan így! Oké, akkor most nektek kellene csinálnom egy kunyhót, mondjuk, nem tudom, levélből. Oké, remélem mindenki tudja a feladatát, nem móka és kacagás lesz. Oké, na, most esetleg sikerült, nem. Gyerünk! Ez az, baby ocelot! Hello! Megint csak, mint az előbb, ezeket itt hagyom, valamint készítek egy screenshotot későbbre, hátha. Már csak 6 van vissza! Már csak 6 van vissza! Persze, sivatag, meg templom, meg falu. Pont erre volt szükségem egy jeges medvéhez. Mindegy, lefekszem itt és megszállok a szép cián színű ágyaitokban. Mit szólsz hozzá, cseréim? Te megtarthatod a sárgát, enyém pedig ez a szép kék. Egyre jobb, már érzem a jéghegyeknek az illatát. Jól van, Minecraft. Legalább a humorod haláli. Ez az, hosszas keresés után találtam egy havastájat, és ott egy jeges maci, de nekem legalább 2 kellene. 2 nagy. Oké, találtam. Jó, csak annak van kölyke, úgyhogy valószínűleg meg fog támadni. Ne bánts, jó békével jöttem. Tessék, itt egy hal. Nem kell? Tessék, itt egy másik fajta hal. Ez sem kell. Nézzetek rám! Nézzetek az arcomra, és tanuljatok ebből! Nem lehet szaporítani a jeges medvéket. Na most, én ezt eddig nem tudtam, de nem lehet őket. Úgyhogy... Jó kis túra volt. De a dolgoknak mindig a pozitív oldalát nézzük, srácok, legalább szaporítottunk ocelotokat. Megmernék arra esküdni, hogy szaporítottam kecskéket, de majd most kiderül, ugyanis szaporítom őket még egyszer, biztos, ami biztos. Ennek nincsenek szarvai, te jó ég. Hogy egy kis kontrasztot hozzak mindenkinek az életébe, a jeges tájak után itt vagyunk a forró Netherben. Éppen hoglinokat keresünk, ugyanis őket is kellene szaporítanunk, de egyelőre, pont amikor szükség lenne rájuk, nem látok egyet sem. Oké, piglinek azok már vannak, de most nem rájuk van szükség. Ó, te jó ég, oké, itt van egy. De ne egy legyen, csak egy van. Oké, ott van 2. Gyorsan. Nem jössz? Oké, de jössz! Jumpscare. Oké, most már csak egy másodikat kell! Ez az! Oké, megvan! Hú! Ha jól látom, akkor sikeres volt a dolog, ugyanis ott van egy Experience Orb. Remélem. Igen, a számok alapján sikerült. Szerintem mindannyian készen állunk egy kis békességre, éppen ezért arra gondoltam, hogy Gertrude-nak a rokonait meglátogatom, és őket is szaporítom, ugyanis erre még nem volt lehetősége. Ott a kis... Gennyes izé-bizé. Hiszitek vagy sem, az egyik olyan állat, amit nem sikerült még szaporítani, az nem más, mint a cica. Úgyhogy most fogom őket, és szépen hagyom, hogy végezzék a dolgukat. Gyerünk! Jéj, még egy zsepi! Ilyen egy boldog család. Most jöhet a teknős. Az még egy olyan állat, amivel nem is nagyon találkoztam ebben a világban. Hogyha jól emlékszem, akkor itt van ilyen melegvizes óceán-szerűség, ahol ez az kell lenniük. Szuper! Jó!
Akkor most szedek ki egy pár darab ilyen füvet, gyanút nem keltve megközelítem őket. És már jöhet is a csoda. De érdekes, visszaúszik arra a partra, ahonnan jött. Na de ezt most sajnos nincsen időnk megvárni, úgyhogy nyomás a következő helyszín. Na most a következő, amit a Minecraft Wiki ír nekem, az az összvér. De ezzel kapcsolatban nekem vannak eléggé nagy kétségeim. Ugyanis a valóságban, nem tudom, hogy tudtátok-e, de az összférek már nem tudnak tovább szaporodni. Ami azt jelenti, hogy ha egy lovat, valamint egy szamarat keresztezek, akkor elvileg nem szabadna, hogy tovább szaporodjanak. De mi van akkor, hogyha a Minecraft Wiki úgy gondolja, hogy csak egy lovat, valamint egy szamarat kell kereszteznem, és nem pedig az összvéreket? Na most én összehoztam itt 2 darab lovat, valamint 2 darab szamarat, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet. Ugye most elvileg be kell őket szelidíteni, úgyhogy ezt most gyorsan megcsinálom. Most jönnek a szamarak, ők egy kicsikét csökönyösebbek. Na most, hogy mindenki megszeretett engem, kezdjük is szépen. Így először ti ketten, utána pedig ti ketten. Ah, de aranyosak az összférek. Ahogyan mondtam, nem lehet a 2 összfért szaporítani, viszont a játék nem is azt kéri tőlünk, hanem azt, hogy csináljunk összféreket. Tehát már csak egyre van szükség. Menjetek, szabadok vagytok! Egyre van szükség bizony. De vajon mi az utolsó? Nos, én már akkor is sejtettem, amikor a 2 darab trader lámát összeszaporítottam, hogy az nem lesz jó. És utána néztem, valóban nem. 2 olyan lámát kell találnunk, ami nem trader láma. Ez a feladat annyira nem nehéz, hogyha az ember tudja, hogy hol keresse ezeket a mobokat. Én a régi hegység biomokat tudnám ajánlani, ugyanis itt mindig vannak ilyen krémszínű lámák. Oké, az egyikük megszeretett, na most jöhet a másik. És akkor készen álltok? Készen álltok? Jöhet az utolsó. Ez az. Yes! Megvan! Ezt nézzétek! Sikerült! Na jó, ez egy nagyon érdekes és tartalmas kaland volt. Érdekes volt megismerni az állatoknak, a moboknak a mechanikáját és megtudni egy-két új dolgot. Már éppen elköszöntem volna, amikor észrevettem, hogy van még egy nagyon izgalmas achievement, ami nem más, mint az, hogy fogjak össze egy axolotl-lel és győzzek le valamit. Akármit. Ez eléggé érdekes, ugye az a neve, hogy Healing Power, ami arra enged következtetni, hogy valószínűleg egy healing effektet kell kapjak az axolotl-től, miközben harcolunk. Csináljuk meg! Na nézzük, hogy az óceán közepén drowndokkal sikerül-e. Most mind a 2-vel megüttetem magam, utána leteszem az axolotl-t, majd szépen megütögetem őket. Gyerünk, gyerünk, öld meg az egyiket. Oké, megvan, most pedig öljük meg a másikat. Yes! És megvan! Király, király! Együtt sikerült legyőznünk 2 darab drowndot. Köszönöm, kis haver! Na de srácok, illetve lányok, én ennyi lettem volna mára. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. És most azoknak a kiváltsága lesz, hogy elnevezzék ezt az axolotl-t, akik még itt voltak a videónak a végéig is. Nagyon szépen köszönöm a kitartó figyelmet. Hamarosan újra találkozunk, addig is ne felejtjétek el, a te a bizony, mindenre jó. Hello, sziasztok, pa-pa!